köszöntöm Önöket! A Régió Plus Televízió térségi, közéleti magazinjának 74. adását látják. Örülök, hogy ma is velünk tartanak. Lássuk mai témáinkat! Országos gazdanapot rendeztek február 1. vasárnapján Galgahévízen. A különböző burgonyafajtákat, valamint növényvédőszereket bemutató rendezvény nagy érdeklődésre tett szert. A Görbetölgyek mesekönyv és hangoskönyv után immáron a színpadon is láthatjuk Vargánya apu csodáit. A zenés mesejáték érdekessége, hogy az író Szántó Csaba fia Dániel szerezte a darab zenéit. A Gödöllői Bikák NB1-es futsal csapat soron következő mérkőzését az Üllő FC csőmontázsal játszotta a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A gödöllőiek nagy arányú győzelmet arattak. A Zsámbóki Liliomszál alapítvány tagjai hagyományteremtő célzattal rendeztek szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A versenyre közel 50 gyermek jelentkezett. Hagyományosnak mondható országos gazdanapot tartottak Galgahévízen, a Kodály Zoltán Művöldési Házban. Mészáros Vendel, a rendezvény házigazdája elmondta, hogy nagy az érdeklődés ezekre a rendezvényekre, a mostani hétvégén is 137 fő regisztráltatta magát. Sokan érkeztek a környékből, de többen jöttek Egerből, Kecskemétről és a Jásságból is. Tulajdonképpen ez, azért történt ez a gazdagtalálás, hogy itt az emberek, akik itt vannak, ebből tanuljanak, vagy olyan cégeket hívok, meg olyan termékismertetők vannak itt, amiből lehet tanulni. Nem biztos, hogy ezért ezt meglátják a tévé, vagy valahol, ezt csak itt lehet megtalálni. Én is jártam ilyen rendezvényekre, és ott láttam ezt a jelentőséget, hogy ebből lehet tanulni, én is ebből tanultam, és szeretném a többi gazdatársammal megosztani azt, hogy ő is tanulja ebből. Szóval ez nem úgy van, hogy csak így otthon, a asztalról hoztuk a lapokat. Sajnos el kell jönni ilyen rendezvényekre és tanulni. Van amelyiket, úgy vagyok fel, hogy van amelyik nem jó, de akkor azt nem folytatom tovább. De van annyira jó, hogy az már 6 éve is csinálom. Milyen burgonya típusokat, fajtákat forgalmaz ön, és melyiket ajánlja mondjuk itt a galgamenti talajösszetétel szerint? Hát én most a Agricónak is vagyok a képviselő, mert a többi cégnek is, de itt az Agricónak a fajta sora van szinte kiállítva. 26 fajta, ebből 4-et szerintem nem hoztunk el, az 30 fajta. Amit ajánlok, és bevezettem egy jó pár fajtát, a Fabiola Evolution, amik újakat, amit ajánlok. A többit az ismerek, a Condor, de hát az már megy kimenőbe megy. A Rocco, Agria még mindig jelentős a sárga fajtában, úgyhogy de többit is szívesen ajánlom, de el kell beszélni, hogy milyen földbe ültetik, hogy milyen intenzíven kezelik, mert nem biztos, hogy nekik az bejön. Úgyhogy ez velem kell beszélniük meg, hogy ha olyat akarnak, akkor el tudom mondani, hogy kezeljék, és abból is jó burgát termelnek. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy input anyagok nélkül burgonyát termesszenek az emberek? Hát én magam szerint nem bírom elképzelni, akkor tényleg lesz a világon. Persze, hogy ne, a szerves trágya az nagyon kell a területekbe, de sajnos nincs annyi állattartásunk. És ezt valahogy pótolni kell, ez a mikroanyagokkal, baktériumokkal, ezt pótolni kell földbe valamit, mert enélkül itt burgonyát termelni nem lehet. És azt kell alapul venni, hogy egy burgonya hektáronként, ha teremhet 4-500 mását itt Magyarországon, de ha mi lenne, ha csak 80-at vagy 60-at teremne, akkor nem tudom, melyik bevásárló szatyorba kerülne burgonya. És ha mindennel így lenne, akkor itt éhénység lenne még Magyarországon is. A rendezvényen Sárec László miniszteri főtanácsadó, a Vidékfejlesztési és Földművelésügyi Minisztérium képviseletében többi közt a magyar gazdaság jövőjéről is beszélt, valamint arról, hogy milyen nagy szükség lenne az állattenyésztésre országunkban. Enélkül nagy mennyiségben kell pótolni a szerves trágya hiányát. Nagyon sok szempontból, miután bizonyos dolgokat már nincs módunkba kontrollálni, csak az innovációra hagyatkozhatunk, tehát az előbb említett termékek, kemikáliák, illetve szerves trágya kiegészítők a jövőben úgy érzem még fontosabb szerepet fognak kapni. Miért mondom ezt? Azért, mert szerves trágyát elsősorban az állatoktól tudunk kapni,
és a tárcának is egyik fő célkitűzése, mondhatnám már két évtizede fő célkitűzése, hogy a növénytermesztés és állattenyésztés egészséges arányát kb. 50-50%-ot helyreállítsa, ez most 70% a növénytermesztés javára, nem kis részben azért, mert a növénytermesztés támogatottsága az Európai Uniós pénzekből kedvezőbb, illetve aki állatot tenyészt, nem tud menni nyaralni. Vagy legalábbis sokkal nehezebb a szabadidőt megoldani, egy kötöttebb életformát jelent. Mindazonáltal nagyon fontos, miután ez egy biológiai, természeti egyensúlyhoz vezet, és hát társadalmi egyensúlyhoz is, mivel az állattenyésztés az kézimunka igényes tevékenység. Nos, az állattenyésztés kézimunka igényes, ugyanakkor vízigényes is. Például 1 kg marhahús előállításához 15 000 liter víz kell, míg 1 kg búzához csak 3 000 liter. És miután sokan vagyunk a Földön, és sok vizet használunk, ezért az innovációnak főleg a víztakarékos technológiákkal is ki kell terjedni. A szakmai megbeszélésen több cég is képviseltette magát, úgy mint a Bayer Crop Science az inputszereivel, a Keminova cég a talajfertőtlenítő termékeivel, a Profit Kft., akik a növénykondicionálás terén érdekeltek, az Agrobio Kft., az Agromultisektor, valamint az Agrikó Magyarország Kft. A rendezvény fő támogatója, akik többféle burgonyatípussal jelentkeztek. Számukra is hasznos volt ez a rendezvény, hiszen így közvetlenül tudnak találkozni a partnerekkel, a termelőkkel, és meg tudják beszélni, ki hogy vélekedik egy-egy szerről, termékről. Hát mezőgazdasági inputanyag kereskedelemmel foglalkozunk, nagy kereskedelemmel. De gyakorlatilag a vetőmagoktól, a szántóföldi vetőmagoktól kezdve műtrágyán, növényvédőszereken keresztül minden olyan anyagot forgalmazunk, illetve kereskedünk vele, amit a mezőgazdasági termelők használnak, illetve termeltetési szerződéseken keresztül vissza is vásárolunk mezőgazdasági termékeket, tehát búzát, kukoricát, napraforgót vissza is vásároljuk a termeltetők, vagy a termelőktől. Gyakorlatilag a Magyarországon, illetve hát szinte az egész világon megtalálható összes olyan növényvédőszer gyártóval szerződéses kapcsolatban vagyunk, akik ez kb. Egy 40-50 céget érint, akik közül a világ legnagyobb cégei is benne vannak, mint a Bayer, aki ma is előadást tartott itt, vagy a BASF, vagy a Syngenta, vagy a Dow, vagy DuPont, tehát sorolhatnám ezeket a cégeket. És hát persze az a kevés magyar gyártó, aki ezen a palettán még megmaradt, azokkal is. Tehát gyakorlatilag vannak olyan évente megjelenő kiadványok, ez a növényvédőszer, évente megjelenő növényvédőszer jegyzék, ami abban a katalógusban található összes terméknek a forgalmazásával foglalkozunk gyakorlatilag. Itt azokról a baktérium és gomba készítményekről szeretnék szólni egy pár szót, amit egyébként, ugye mióta világ a világ, vagy legalábbis ember az ember azóta van, ha akarjuk, ha nem. Itt a kérdés csak az, hogy ezeket mi használjuk-e a magunk javára, vagy pedig elmegyünk mellette, és azt mondjuk, hogy nem érdekes, ez majd a kémiával megoldjuk. Az utolsó 30 év erre volt jellemző, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem sínlette meg a magyar mezőgazdaság. Agrobio, mondom, kizárólag organikus készítmények, tehát élő szervezetekkel foglalkozik, semmilyen kémia nincsen benne. Ezek közül több van olyan, amit önök is, nem mindig visszafele megy, amit önök közül többen is már használtak. Előbb-utóbb csak megjegyzem, hogy merre kell nyomni, és akkor igen. A növényekről esett már szó. A Horváth Jóska kollégám ugye már említette, hogy azért a talajokat is érdemes lenne jó szemügyre venni, amint termelünk, mert hogy mennyi lesz a termésünk, nagyon sok függ attól, milyen szaporító anyagot használunk természetesen, milyen a növényvédelem, milyen a tápanyaggazdálkodás, de azért egyet ne felejtsünk el, hogy a termést mégis a talajon, a földön végezzük, és hogy mik az eredményeink, ez nagyban függ attól, hogy ennek milyen a összetétele. És itt az összetétel esetében én itt a biológiai részére gondolok. Tudnilik, ez egy ideális állapot lenne, amit ez a dia mutat,
hogy tudnélik, ott fele részben baktériumok kellenének, hogy legyenek, lehetőleg az se lenne baj, ha több. A másik fele rész az lehet különböző mikroszkópikus gombákról beszélek, mikroszkópikus gombával. Hogyha most valaki hazamegy majd, lemegy a hó, kifordít egy ásonyan földet, aztán megszagolja, mert a kertészet egyetemnek a tanára ezzel szokta kezdeni minden bemutatóját, és akkor azt mondja, fúj, de büdös penész szaga van. Szagolják meg, a legtöbb föld olyan lesz, és ez a baj. Tudnélék, ezek a benne lévő gombák, azok igazából a növénynek semmilyen kárt nem okoznak, tisztázzuk, csak éppen ugyanazt a vizet meg a tápanyagot használják, mint a növény. Na most gyomírtan is azért gyomírtanak, mert valamelyik gyomnövény csúnya, a csatornamaszlak kifejezetten szép virágja van, mégis kiírtjuk miért, mert elviszi a növény elől a vizet meg a tápanyagot. A talajban ugyanezt történik, csak azt nem látjuk. Felismertük azt, hogy ahogy múlik az idő, egyre több stresszfaktor jelentkezik az időjárásban, vagy bármilyen mechanikai károkban, és ugye ehhez szükségesek bizonyos új típusú anyagok, mert igényli a piac. És ez az korszerű, ez azt jelenti, hogy egy különleges eljárással gyártja a cég a termékeket, és ezt enzimatikus hidrolízisnek hívják, amely által a fehérjék, illetve azon belül az aminosavak nem roncsolódnak, és így egy stabil szerkezetet tudunk tulajdonképpen ezáltal biztosítani a termékekben, és ezután pedig ugye nyilván a termelésben is. Kiknek ajánlják elsősorban a terméküket? Igazándiból minden egyes termelőnek, aki törekszik arra, hogy minél nagyobb minőségű és hozamfokozó barátként tulajdonképpen tudjon működni sikeresen a termelésben, és ezáltal is a költségeiket pedig csökkenteni. A Profit Kft. Képviselője még azt is elmondta, hogy cégük kifejezetten ügyel a környezetterhelés minimalizálására. Murai György az Agrikó Magyarország Kft. Képviseltében kifejtette, hogy örül ezeknek a gazdanapoknak, hiszen ilyenkor még azokat a termékeiket is be tudják mutatni, amelyek még olyan újak, hogy fajta megnevezést sem kaptak. Hát sok olyan fajtánk van, ami a magyar viszonyokra megfelelő lenne. Mint a mondandóban is említettem, a piroshéjú fajták azok, amik még mindig dominálnak Magyarországon. Próbáltunk évek óta sárga héjúakkal is megjelenni, de a mai napig valamiféle rossz értelembe vett hagyomány vagy szokás okán nem igazán tudnak a sárga héjúak érvényesülni. A Fabiolát emelném ki, amelyik az utóbbi évek sikertörténete. 3 év alatt minden évben megdupláztuk a mennyiséget. A Lusza egy új fajtánk szintén, ez egy középkorai kategória, és az Evolution, ami egy nagyon új fajta, tavaly jelentünk meg vele nagyobb mennyiségben, egy kifejezetten korai 90 napos primőr fajtáról van szó. A galgamente talaj összetételéhez melyiket ajánlanál? A Fabiola az utóbbi évek sikertörténete, mint említettem, és nagyon megfelel az itteni termesztési körülményeknek. A budapesti nagybani piac közelsége szintén indokolja azt, hogy ez a fajta itt teret nyerjen. Különbözőt tekintve nagyon szép piacos, egyenletes gumókat fejleszt, úgyhogy megkedvelte a piac rövid időn belül. Aki szeretné ezeket a fajtákat jobban szemügyre venni, több információt szerezni róla, az hol teheti meg? 6 regionális képviselő segíti a munkánkat. Itt ebben a körzetben Mészáros Vendelnél, Galgahévízen lehet a fajtáinkat megvásárolni. Kis kiszerelésben is a legkisebb egység az 25 kilós jutazsák, de paletta számra is elérhető. A budapesti irodánkban mi csak kamiontételeket szervezünk, és a helyi képviselőink kisebb kiszerelésben is rendelkezésre állnak. A szakmai tanácskozás tombola sorsolással és vacsorával ért véget. A görbetölgyek erdejében, annak is a közepében élt egy manó s felesége. Ott laktak a legöregebb görbetölgyfa óriási üregében. Már sok száz éve, hogy őrizte az erdőrendjét Vargány apó és Mamóka néne. Ha nagy vihar támadt és megtépett néhány görbe ágat, az apó bekötözte sebeiket.
Ha a lombok közé rakott fészkekből kiesett néha egy fiúka, mamóka anyú gyöngéden visszarakta őket. Így éltek ott, az erdő közepén. Szántó Csaba jó pár éve már így kezdi meséit minden este gyermekei kérésére. A Szadán élő írót kérdeztük a mesekönyv születéséről. Ezelőtt 6 évvel a gyerekeimnek az az ötlete támadt, hogy fejből meséljek nekik, mert már a könyveket mindig folyamatosan újra és újra elővettük, és abból meséltem nekik. És hogy valami újat is tudjak hozni, hát azért fejből elkezdtem nekik mesélni pár olyan történetet, amit úgy akkor elő tudtam venni aznapi történetekből összeolózva minden ilyen mese elemet, és hát azon kaptam magam, hogy minden este újra és újra visszakérik ezt a kedves kis történetet a görbe tölgyekről, amit ott alakítottam, a Vargány apu és a Mamuka nénéről, és aztán a legkisebbik lány mellé odabújt még a egyel nagyobb Bence fiam, ő is még tátusszányjal hallgatta, aztán bejött a nagyfiam, aki már ugyan nem a mese miatt, hanem csak a látványért jött be, és azt mondták, hogy hát apa, ezt írd le. Papírra álmodtam, legépeltem, akkor még kézzel írogattam, nem volt ilyen eszköz, és onnantól kezdve rájöttem, hogy hát ebből azért más gyerekek is tudnának profitálni, mert minden mesévet úgy alakítottam ki, hogy valamilyen célzattal, valamilyen nevelő szándékkal próbáltam a gyerekeknek is átadni egy-két alapigazságot. Ezeket vagy meg tudják fogadni, és tudják hasznosítani az életbe. Én úgy veszem észre, hogy nekik ez elég jól sikerült, és a többi gyereknek, aki esetleg a könyvet olvasta, azoknak meg nagyon remélem, hogy a szülei ugyanazt tudják majd átadni, mint amit én szerettem a sajátjaimnak. A mese történetében a főhős kiről mintázta? Hát ugye mindenki megkérdezi, hogy a Vargány apó, alias Vapó, az kicsoda. Nekem a baráti körömben mindenki úgy hív, hogy Vapó, tehát nem is tudnám letagadni, hogy magamról mintáztam, és próbálnék abban a szerepkörben valamilyen szinten megfelelni, hogy minden olyan igazságra, vagy igazságosságra felhívjam a figyelmet a gyerekeimnek, hogy egyes történetekben az a nevelési szándék, amit említettem, hogy ne háborozzunk, hanem inkább próbáljuk békességben egymás mellett élni. Ezt magamra vállalom, mert én azért próbálom megoldani azokat a konfliktusokat, ami nap mint nap éri az embert, és inkább kompromisszumokra képesnek tartom magam, mint hogy ellenségképeket állítsak fel. Úgyhogy a Vargány apu az, azt mondhatom, hogy magamról mintáztam. A meséből készült egy gyönyörű meséskönyv. Melyik kiadó vállalta magáévá? A könyvet magánkiadásban adtam ki. Ebben nagy segítségemre volt Horváth Gergő barátom, aki itt gödöllői lakos egyébként, és az ő grafikái díszítik ennek a könyvnek alapjait. Nagyon szép technikával, részkarcokkal díszítette a könyvet, és azt kell mondjam, hogy azokat a szereplőket, amit belerajzolt, azokat én ugyanúgy álmodtam meg. Tehát ha ilyen csodaszép rajzokat lát az ember, attól a tájakat is magáénak tudja, és azokat az apró kis szereplőket, mint például a Vargány apót, a Vapót, az pedig aztán végképp igaz, nem ekkora szakállal vagyok mostanában, mert rövidebbre vettem, de nagyjából ez a kis pocak megvan, nem is vagyok olyan magas, de a Gergő ezt nagyon jól beálmodta. Az Egér királyfitól kezdve az Elveszett királyfig mindenki benne van. Ön mennyire tartja fontosnak, hogy manapság is meséljenek a gyerekeknek a szüleik esténként? Sajnos azt tapasztalom, és remélem, hogy ez nem így lesz mindig, de azt tapasztalom, hogy nagyon sok gyereknek ez a típusú élmény hiányzik. Sőt, azt gondolom, hogy ha nem kapja meg ezt a mesét, ami az elektronikus világban hipergyorsasággal kerül be az interneten keresztül, és nem is tud talán igényt tartani a gyerek, mert nem tudja, hogy mi hiányzik. Csak valami majd később, amikor nagyobb lesz, akkor az már soha nem tud előkerülni. Azt gondolom, hogy ilyen mesékre mindig is szükség van. Nem csak azért, mert
a gyerek és a szülő között is akár egy elmélyültebb kapcsolata lehet, főleg ebben a rohanó világban nagyon nehéz ezt, nem, tehát ezt megvalósítani, de a gyereknek a fantáziáját, azt a kreativitását a mese nyitja meg igazán, mert abba tud ő is tovább álmodni elemeket, másképp láthatja, mint amit esetleg egy internetes portáról oda köszön neki, és már úgy találja, hogy fogyaszthatod. Az nem mozgatja meg annyira a gyereknek a fantáziát, és később szerintem az nagyon nagy hiányosságokkal jár. Viszont önök segítettek, hogy a fantáziájukat megmozgassák a gyerekeknek, és a mesekönyvből készült egy táncszínházi előadás. Erről mit lehet tudni? Hát nagy büszkeséggel mondom, hogy a Honvéd Együttes táncszínháza és színikara előadásában megrendezésre került a Vargány apu csodái előadás, aminek egy zenés táncos darabnak a fiam a zeneszerzője, Soltinszky Tibor a dramaturgja és rendezője, és azokat a koreográfiai elemeket az Apelsoffer János, annak a művészeti vezetője, a Zsurászki Zoltánnak a nevével fémjelezve állították össze. Nagyon minőségi, nagyon jól megkoreografált darabról van szó, és a gyerekek most 8. előadáson túl vagyunk, azt kell mondjam, hogy nagy sikerrel vették ezt a darabot, nagy örömmel, tapssal, visszatapsolva a finálékat, megható, amikor a kis apróságok, azt mondják, hogy ez fantasztikus, hogy ez az élmény, ez olyan minőségi élményt ad nekik, amit talán tényleg nem kaptak még eddig, vagy ha igen, akkor ritkábban jutnak hozzá. Szántó Dániel fiatalkora ellenére már gyakorlottan fogad hozzá az édesapja által írt könyv megzenésítéséhez. A meséhez tartozó zenei hangulat már régebben összeállt a fejében, hiszen tanulmányait is ezen a téren folytatta, zeneszerzés szakon tanult a budapesti Bartók Béla konzervatóriumban. Édesapád meséket ír, mesekönyveket. Milyen érzésekkel tölt el, amikor hallgatod az ő meséit? Hát ez nagyon érdekes, mert én már ezeket a meséket több éve, tehát most már körülbelül 5-6 éve ismerem és folyamatosan hallgatom. Amikor ezeket olvasom, vagy amikor ő ezeket meséli, akkor mindig bele tudom képzelni magamat abba a világba, amiről mesél. Ez általában, legalábbis azokban a mesékben, amit kezdetekben írt, ez mindig egy nagyon kedves mesevilág volt. Sokszor eszembe juttatja azokat az érzéseket, amikor kis gyerekkoromban még én is néztem a Walt Disney meséktől kezdve azokat a nagy klasszikusokat, amik közé úgy gondolom, hogy ezek a történetek is abszolút beleillenek, és ezt nem csak én gondolom így, hanem eddig mindenki ugyanilyen véleménye volt ezekről, akik ezt hallották, vagy olvasták. Úgyhogy az, hogy milyen érzés, az teljesen egyértelmű, hogy pozitív. És hát nagyon örülök neki, hogy ma is lehet ilyen történeteket kitalálni. Kinek az ötlete volt, hogy a színdarabhoz te írd meg a zenét, illetve esetleg már gyerekként a fejedben volt-e hozzá valami zene?
Tehát először egy főcímet írtam ennek a mesének, még annak idején, amikor ez rádióban ment. És akkor már gyakorlatilag kialakult bennem egy olyan hangulat zenei téren, hogy tudtam azt, hogy hogyha ebből egyszer készül egy nagyobb lélegzetű mű, akár ez színházi darab, vagy film esetleg, hogy akkor ehhez a hangulathoz fogok visszanyúlni. És amikor ennek eljött az ideje most ebben a, vagyis hát a tavalyi évben, akkor már, amikor én ezekhez nyúltam, ezekhez a történetekhez, hogy lehetne ezeket megzenésíteni, akkor már gyakorlatilag az a hangulat volt végig bennem, amit akkor már kitaláltam pár évvel ezelőtt. Úgyhogy, és úgy érzem, hogy ez sikerült úgy megvalósítani, ahogy szerettem volna. Mi volt hamarabb, a zeneszöveg vagy a zene? Én dalszövegeket kaptam, Soltinszky Tibor dalszövegei alapján dolgoztam. Ezeket gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezeket a szövegeket, hogy minden szereplőnek volt egy saját dala, vagy hát akkor még egy saját verse, amiket én megzenésítettem. Tehát kaptam gyakorlatilag a szövegeken kívül annyit, hogy ennek a karakternek azon kívül, ami nekem megjelent, milyen szerepet kell betölteni ebben a darabban. Tehát, hogy Becskerecski ugribugli kislány, Szélkirály egy gonosz szereplő, Vargány apó az öreg bölcs. És akkor ezekből kiindulva kezdtem nekiállni a zeneszerzésnek, de mindig szem előtt tartva a szövegeket. Tehát nekem ez nagyon érdekes volt, mert én most írtam először úgy zenét, hogy szövegeket zenésítettem meg, és ez nagyon, nagyon jó tapasztalatszerzés is volt nekem, és hát nagyon örülök, hogy ilyen lehetőséget kaptam, mert azért a Honvéd együttes színeiben jelent meg ez a darab, és azért velük is együtt dolgozni, és végigvinni ezt, azért ez nem egy kis feladat. Pláne azért is, mert egy 50 perces előadásról beszélünk, de gyakorlatilag ebből 40-45 perc zene, tehát ami azt jelenti, hogy főcímmel együtt 12 zenemű hallatszik el benne, ami hát hangulatában is más, tehát nem lehet egyikre sem azt mondani, hogy ugyanaz, mint a másik, mivel hát minden szereplőnek a saját karakterét meg kellett találni ezekben a versekben, és úgy zenésíteni meg. De úgy érzem, hogy ez sikerült, úgyhogy legalábbis az eddig visszajelzések alapján. Pedagógus szemmel hogyan látja ön ezt az előadást? Mi mindent tudott nyújtani a gyerekeknek? Mi az Erkel Ferenc általános iskolában jöttünk, és 3. zenei tagozatos osztályából. Hát természetesen úgy láttam, hogy nekem is, mint zenét szeretőnek, meg a gyerekeknek is nagy élmény volt, és büszkék vagyunk rá azért is, mert az egyik tanítványomnak az édesapja írta, és a testvére szerezte a zenét. Mi tetszett ebben az előadásban? Hát az, hogy a zenéket nagyon jól megcsinálták, és ahogy táncoltak benne, az is nagyon jó volt. És ez nagyon jó volt szerintem a gyerekeknek is. Kiről szólt a mese? Az erdőről. És még mi volt benne, ami még jó részt tetszett? Hát az a részt tetszett, amikor Szélkirály megenyhült. Miről szólt a mese? Hát egy Vargány apóról, és volt neki egy lánya, és meg akarták tartani a szülinapját neki az erdőben. És volt sok a Jégkirály birodalma, akik le akarták rombolni az erdőt. Melyik szereplő tetszett neked? Nekem a legjobban a Vargány apó tetszett, mert az nagyon vicces volt.
Mit szóltok ahhoz, hogy sok szép tánc volt benne, és ének, 15 tagozatosak vagytok? Nekem nagyon tetszett, mulatságos volt, nevetséges, és a táncok is szépek voltak. Ha lenne ennek a mesének folytatása, akkor szívesen megnéznétek? Hát igen. Azért, mert jó volt, és sok zenét énekeltek. Milyen érzés, amikor a gyerekek, több száz gyerek egyszerre tapsol a te darabodra? Hát természetes, hogy ez egy nagyon, nagyon jó érzés. Az igazság, hogy én szakmailag maximalista vagyok, tehát ilyenkor azért sok minden átmegy az ember agyán, amikor ilyen tapsot hall, mert minden előadás után azért ott van az ember fejében az, hogy hát ez is lehetett volna jobb. Itt is van még valami, amit esetleg javítanék, vagy most máshogy gondolnék, de hát a taps az inkább úgy mondanám, hogy megnyugtató érzés, tehát jobb, mint hogyha felállnának és fütyülnének, és azt mondanák, hogy mi ez, ami hogy mi volt ez, tehát azért ez egy megnyugtató érzés, úgyhogy szeretnék még ilyet átélni azért, tehát örülök neki nagyon. Koreográfussal hogy tudtál együtt dolgozni? Ő nekik mennyire tetszett a zenéd? Hát alapvetően úgy nézett ki ez a folyamat, hogy amikor én megírtam a zenéket, utána került ugye ez a koreográfushoz, és hát ez egy nagyon jó közös munka volt olyan szempontból, hogy ki hogy tud alkalmazkodni a másikhoz. Tehát amikor az ember megír valamit, akkor ahhoz azért ragaszkodik valamilyen szinten, hogy hát tényleg rengeteg munka van benne. Letettem valamit az asztalra, nyilván nem azért tettem le, mert nem voltam róla meggyőződve, hogy ez úgy nem lesz jó. És ezután akkor jöttek olyan dolgok, hogy hát akkor így kéne egy kicsit átalakítani, úgy kellene egy kicsit átalakítani. Ebből úgy érzem, hogy nem volt probléma, sőt, engem inspirált az nagyon sokszor, hogy láttam azt, hogy mit lehet koreográfiai szinten is kihozni ebből, és ezután én is tudtam még olyat esetleg hozzátenni, ami mondjuk a legelején nem volt esetleg számomra egyértelmű. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor az ember a saját szobájába hallgatja a zenét, vagy elmegy egy koncertre. Tehát teljesen más élmény, vagy esetleg saját maga játsza. Tehát ezek más szempontok, más az, amikor az ember színpadon szembesül ezekkel, vagy a próba közben. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, én úgy érzem, hogy ez a munka, ez teljesen hibátlan volt ilyen szempont. Miért ajánlanod egy gyerekeknek, hogy megnézzék ezt a darabot? Elsősorban azért, mert kaphatnak ebből valami olyat, amit szerintem a mai világban nem biztos, hogy elmondhatnak minden hasonló, vagy már mind hasonló gyerekeknek szóló meséről. Ez most elsősorban a mondani való, a hangulat, az összhatás az, ami szerintem megfoghatja a gyerekeket ilyen szempontból. A másik meg, hogy én akármelyik előadáson voltam, nem láttam olyan gyereket, aki ne felállva tapsolt volna a végén, és újongva ment volna haza, vagy nem ment volna oda a főszereplőhöz, és mondta volna, hogy nagyon tetszett a darab. Úgyhogy, hogyha most az a kérdés, hogy miért ajánlanám, akkor elsősorban azért, mert szerintem kaphatnak olyat ettől a darabtól, amit mástól nem. A zenés mesejátékot megtekinthetik február 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel az Erzsébet-ligeti színházban, valamint február 25-én hétfőn 11 órakor a RAM Kolosseumban.
Az NB1-es futsal bajnokság 18. fordulójában a Gödöllői Bikák csapata a nagy rivális Üllő FC Cső Montázs együttesét fogadta a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A mérkőzés komoly téttel bírt, hiszen a hazaiak az alapszakaszbeli harmadik helyért, míg a vendégek a felsőházi rájátszásba kerülésért szálltak harcba. A Bikák kezdték jobban a találkozót, és alig 5 percnyi játék után meg is szerezték az első találatot, amit újabb 2 követett pár percen belül. Az első félidő derekán szépítettek ugyan a vendégek, de nem tudták szorossá tenni a mérkőzést, ugyanis Jenei Otto utolsó percben szerzett góljával 4-1-re módosult az állás. A megnyugtató előnyben játszó hazai csapat a folytatásban is remekelt, annak ellenére, hogy vendéghelyzetekkel kezdődött a második félidő. A 10. percre azonban újabb 2 góllal növelt előnyét a gödöllői együttes. A 13. percben egy szép találattal ugyan kozmetikázta az eredményt a Csőmontázs, de a hajrára beindult a gödöllői henger, és 4 perc alatt 5-ször is bevették az ellenfél kapuját. Ezzel a magabiztos sikerrel a gödöllői Bikák csapata a tabella 3. helyére lépett előre, 2 fordulóval az alapszakasz vége előtt. Szabados István beszélgetett Baranyai Pál játékos edzővel, Jávor István edzővel, valamint Rovlencsics Balázs játékossal. Baranyai Pált kérdezem a mai mérkőzésről, a csapat egyik játékos edzőjét, aki most játékosként nem tudta segíteni a csapatot, de a fiúk megoldották ezt a feladatot. Hát igen, úgy érzem, hogy sikerült ma itthon tartanunk a 3 pontot, és én úgy gondolom, hogy a Csőmontás csapat ma nem nagyon tudott nekünk akadályt szabni, hát még érdemelten nyertünk. Mennyire készültek erre a találkozóra külön? Hát mi nagyon készültünk erre, nekünk itt egy jó pár játékosnak azért ez preszt is, ugye, mert mi játszottunk a Csőmontásban egy jó páron, úgyhogy mindenféleképpen készültük, tudtuk, hogy mit fog játszani a Csőmontás. Úgy néz ki, hogy be is jött az igazam, úgyhogy azokból a dolgokból, amire készültünk, azokból nagyon-nagyon sok gólt tudtunk lúgni. Hogyan alakult a Szeged és a Berettyóújfali mérkőzése? Ugye ettől függ az, hogy sikerült-e esetleg előrelépni a 3. helyre? Hát úgy néz ki, hogy sikerült, mert ugye a Szeged-Berettyó mérkőzés 3-3 lett, úgyhogy mindenféleképpen sikerült előrelépnünk, de nekünk nem ez volt a fontos, hanem az, hogy ott mind a két csapat pontot múlítson, mert hogyha így gondolkozunk, akkor még talán lehet, hogy van a 2. helyre is esélyünk. A rájátszásban a legjobb 6 csapat játszik egy újabb kört. Ott maradnak az eredmények, vagy esetleg lenullázódik minden? Nem, maradnak az eredmények, azért mondom, hogy van esélyünk mindenféleképpen a 2. helyre is odaérni, mert úgy gondolom, hogy ha mi ilyen fegyelmezettek vagyunk, mint ma, akkor bárkit meg tudunk verni, én legalábbis így gondolom. Hogyan értékeli ezt a mai találkozót? Hát ezután nehéz megszólalni. Hát tulajdonképpen én azt gondoltam, hogy ez a röpke tevékenységem alatt, amit itt elértem ennél a csapatnál, hogy egyáltalán az, hogy elértünk valamit, meg az, hogy bármire van esélyünk, de hát ez a mai mérkőzés ez nem ezt mutatta sajnos, megalázó vereséget szenvedtünk, és én úgy érzem, hogy nem feltétlen ennyivel jobb csapatnak. Egyszerűen a két csapat közti mentalitásbeli különbség az, ami kiütközött ezen a meccsen. Talán az elmúlt időben sok feszült és olyan mérkőzéseket játszottunk, ahol eredménykérszal alatt voltunk. Úgy érzem, erre a meccsre kipukkadtunk. Eléggé csúnyán beleszaladtunk egy olyanba, amiben nem kellett volna. Két mérkőzés van még hátra az alapszakaszból. Hogyan értékeli magát az alapszakaszt? Ez lett volna az a mérkőzés, amire mindenféleképpen szükségünk lett volna, hiszen meggyőződésem volt, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk fogni, amire én reálisan láttam esélyt. Akkor azt mondtam, hogy a hátralévő két mérkőzés, hogyha beúzok, akkor tudtuk volna folytatni a felsőházba, ez lett volna a cél. Eddig, amióta ez alatt a, soha nem is tudom hány mérkőzés óta, én vagyok az edzője a csapatnak, végig lelkesen odaadással játszott a brigád, tehát pont erre a mérkőzésre, a legfontosabb mérkőzésünkre nem tudtunk úgy fölparagni. Nagyon sajnálom, mert innentől kezdve célunk az, hogy lehet a legtöbb pontot hozzuk a hátra jövő két mérkőzés alatt. Gratulálok az ellenfelemnek, nem is nagyon szeretnék beszélni, mert úgy érzem, hogy semmi értelme nincsen ezután a mérkőzés után. Gratulálok gödöllőieknek! A gödöllői csapat egyik legjobbja Lovrencsics Balázs a kameránk előtt. Azért mondom, hogy az egyik legjobb, mert nagyon jól játszott az egész csapat. Hogyan láttad ezt a mérkőzést? Hál' Istennek készültünk egész héten el a mérkőzésre. Nagyon fontos volt nekünk, hogy ezt a meccset behúzzuk. Tudtuk, hogy a Berettyó és a Szeged egymással játszik, ezért kellett, hogy mindenképp nyerjünk. Hál' Istennek nagyon jól sikerült.
és az egész csapat oda tette magát, és hát rajtam kívül szerintem az egész csapat jól játszott. Végig határozottan irányítottátok a játékot, az ellenfél edzője pedig úgy gondolta ennek ellenére, hogy meg tudják nyerni ezt a mérkőzést, tehát ők nyerni jöttek ide, ezt tudtátok? Nem tudtuk, viszont mi is nyerni jöttünk, ugyebár. Én úgy gondolom, minden nagy képviség nélkül mondhatom, hogy ez a mérkőzés 0-0-ig volt szoros. A eredmény magáért beszél, 11-2. Mit tudtok a másik mérkőzésről, a Berettyó, Újfalu és a Szeged között? Annyit tudtunk, hogy a Szeged 3-1-re vezetett, utána 3-3 lett a mérkőzés. Ez nekünk ugye azért jó, mert így feléptünk a harmadik helyre, és ez volt a célunk. A rájátszásban milyen szerepe van annak, hogy hanyadik helyen végeztek az alapszakaszban? Igazából nem sok. Annyi a lényeg, hogy a mögöttünk lévőket mindenképp megverjük, és a Berettyóval és a Győrrel játszunk egy kiki meccset. A Berettyót megfoghatjuk, ugye a múlsuk vagyunk, ahogy ezt már többen is mondták. A Győr viszont egy profi csapat, aki ellen nem csak szerencse, hanem nagyon jó játék is kellene. Gratulálunk a mai mérkőzéshez, és további sok sikert kívánok! Első alkalommal rendezett Zsámbokon szavaló versenyt a Lilium Szál Alapítvány. A rendezvény nagy érdeklődésre tett szert, hiszen közel 50 versenyző vett részt az eseményen. A kiírás szerint általános iskolás gyermekek mérhették össze tudásukat különböző korosztályokban. A zsűri tagjai 4 különböző településről érkeztek, foglalkozásukat tekintve magyar szakos pedagógusok. A rendezvényt Bíró Endre szervező nyitotta meg, majd Vesztergán Miklós tárogató művészt hallgathatták meg a versenyzők és az érdeklődők. Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Kultúra Napján. Bíró Endre vagyok, a Lilium Szál Alapítvány tagja és egyik szervezője a ma esti rendezvénynek. 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc véglegesítette a himnuszunkat. Ennek tiszteletére szerveztük ezt a kis megmérettetést iskoláink tanulóinak, melynek már most győztesei vagyunk, egyrészt mi szülők, szervezők, és mindenki, aki egy kis jóval is, de hozzájárult a ma esti ünnephez. Az is biztos, hogy a szavaló gyerekek között sem lesznek vesztesek, hiszen egy szavaló versenyen való részvétel szorgalomról, önbecsülésről, jelen irodalmunk és irodalmi múltunk iránti tiszteletről szól. Hát segítsünk nekik tisztelni a múltat, megérteni a jelent, s munkálkodjunk velük együtt a jövőn. Minden korosztályban hirdettek első, második helyezettet, valamint a zsűri tagjai és a szervezők úgy döntöttek, hogy a többi induló megérdemli a harmadik helyezést. Külön kiemelték és megköszönték a kísérő pedagógusok munkáját, hiszen a gyerekek nem csak Zsámbokról, de Kókáról, Turáról, Dányból, valamint Budapestről is érkeztek. Első helyezést ért el első, másodikos korosztályban Kis Kornél Zsámbokról, harmadik-negyedik osztályos korosztályban Németh István Kókáról, ötödik-hatodik osztályos korosztályban Pócs Réka Turáról, hetedik-nyolcadik osztályos korosztályban Szabó Emőke Budapestről. Második helyezést értek el Bozlék Rita Turáról, Riskó Dávid Dányból, Vasas Fanni Zsámbokról és Gáspár Virág Turáról. A díjakat a zsűri elnöke, Simon Rozália, a Zsámboki Bajzalenke általános iskola igazgatónője adta át.
Én először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, elsősorban a gyerekeknek ezt a délutánt, mert valljuk be őszintén, hogy sok minden belefér az életünkbe, de a vers az bizony egyre kevéssé, és talán ma délután megérezhettük azt, hogy ez mennyire fontos. Vagy fontos lenne mindannyiunknak, hogy ezekben a versekben egy kicsit megmerítkezzünk, meg egyáltalán a magyar nyelvben, úgyhogy én minden gyereknek, tanulónak, aki megörvendeztetett bennünket a magyar nyelv szépséges verseivel, most köszönöm meg. Melyik verssel készültél erre a mai versenyre? Vas Albert, a láthatatlan lobogó. Ez a te választásod volt, vagy segítettek? Hát az én választásom volt két kötet, egy a 7 évszázad legszebb versei, és egy Vas Albert verses kötet, és én kerestem bennük verseket, és édesapám választotta ki az általam keresett versekből az ideálisat. Vas Albert, a láthatatlan lobogó. Konok hűséggel hordozom az úttalan bozótokon. Seb a vállam, és seb a markom, de fogom, viszem és megtartom. S fogcsikorgatva hirdetem, nem ért véget a küzdelem. Mert valami még megmaradt. Görcs zsibbasztja markomat, de markomban még itt a szó. A láthatatlan lobogó. Erekém, kincsem, fegyverem, magasra tartom, slengetem. S védem foggal és körömmel, vagy tüvel és őrült örömmel. Melyik verssel készült? Varró Dániel, Szösznéne. Könnyű volt megtanulni ezt a verset? Könnyű, apa elmondta egyszer-kétszer, én az alatt megtanultam 2 verszakot, aztán egyszer csak elmondta, és tudtam az egészet. És hogy érzed, hogy sikerült most a színpadon elmondani ennyi ember előtt? Hát nem volt valami meglepő, mert most jöttem harmadjára, de egyébként szeretek ilyeneket mondani. Fönt a Maszathely legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te meg én, ott ül a teraszán Szösznéne. Ott ül a teraszán, vénkor a tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül dúdorászva egy ósdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére. Hogy sohasem tetszik berekedni a nagy dúdolásban, Szösznéne? Hogy a köszvény, hogy az összvér nem szegi kedvét, Szösznéne? Hát, tudjátok, ez úgy van, gyerekek, nálam csupaszösz az asztal, a kerebet, csupaszösz a tévé, csupaszösz a telefon, szösz van a padlón, csempén, plafonon, szösz van a hokedlin, szösz van a nokedlin, szösz van a hajamon, a fülemen, a szöszömön, összvér, köszvér, semmi se búsít, nem szegi semmi se kedvem, köszönöm. Miért tartotta ezt fontosnak, hogy éppen erre a szavaló versenyre hozza el a gyerekeket? Olyan tanítványaim vannak most az iskolában, akik nagyon szeretnek szerepelni, és szívesen vesznek részt mindenféle megmérettetésen, főleg olyan megmérettetésen, ahol szerepelhetnek, előadhatják a tudásukat, és erre itt még mi nem jártunk, tehát Kókáról még Zsámbokra nem jöttünk át, és nagyon kíváncsian vártuk a lehetőséget, és egyelőre nagyon jól érezzük itt magunkat, és a gyerekek is nagyon boldogok, hogy szerepelhetnek, és nekem külön az is segítség volt, hogy 5 gyereket is elhozhattam az iskolából, mert nem kellett kiválasztanom közülük 1-2, aki a legügyesebb, hanem mindenki, aki vállalkozó szellemű volt, jöhetett, és jól megtanulta a szöveget. A szavalóversenyt követően Bíró Endre főszervezővel összegeztük az estet, valamint Kerecsen Balázs támogatóval is beszélgettünk. Bevezetőjében a résztvevők szorgalmáról, önbecsüléséről, a múlt tiszteletéről beszélt. Miért lett ez a mottója ennek az ünnepségnek? Hát az ünnepség, illetve a bevezető szövegem az elmondta azt is, hogy a szorgalom és önbecsülés is főleg múlt irodalmának és a jelen irodalmának a
fontosságára hívnánk fel a figyelmet, mert aki az irodalmi és hagyományait elveszíti, annak az embernek nemzeti öntudata is elveszett, és hogyha ezt a jövőnek tolmácsoljuk és átadjuk, akkor nagyon jó esélyünk van, hogy nem egy reménytelen kor fog utánunk következni. Azért találtuk azt a legfontosabbnak, hogy minden korosztályból legyen egy első helyezett, meg egy második helyezett, mert ez fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy azért a nyeréshez, ahhoz, hogy valamibe felülkerekedjenek, ahhoz kell az a szorgalom. Viszont azt is szeretük volna üzenni nekik, hogy a tenni akarás, a részvétel, és hogyha meg akar próbálni, megfelelni, megoldani dolgokat, akkor az ugyanolyan fontossággal bír, és hogy azt ugyanúgy megjutalmazza a sors adott esetben. Úgyhogy az egésznek ezt próbáltuk fontosítani a gyerekeknek, hogy a legközeljövőben is jöhessenek, csinálják és érezzék a lendületet magukban. Szeretnének ennek a rendezvénynek hagyományt teremteni? Hát mindenféleképpen. Jövőre ugyanitt szeretnénk megcsinálni, és hogyha budapesti rendezvényekkel, amiből elég sok szokott lenni ugyanezeken a napokon, összetudunk hangolni egy közös munkát, akkor a cél az lenne, hogy az első helyezettek tovább tudjanak menni, és oklevelet kapjanak, és szakmailag elismert oklevéllel gazdagodjanak a résztvevők. A támogatók segítségével milyen díjakat kaptak most a gyerekek? Hát nagyon sokat, hál' Istennek, ezt felsorolni is nehéz, tehát nem tudom, értékbe mondjam, vagy esetleg megnevezem, tehát ruhát, könyvet, emléklapokat, különböző korosztályhoz összeválogatott könyvről beszélünk, tanszert, ami esetleg ott, amiből többet össze tudtunk állítani, tehát nagyon sokat segítettek a támogatók a színpad dekorációkban, a reklámanyagok elkészítésébe, tehát én azt gondolom, hogyha a napi szinten tesszük a dolgunkat, és igyekszünk egyre többen úgy gondolkodni, hogy adjunk a gyerekeknek, ha nem tudunk pénzt, nem mindig pénzbe lehet adni. Ha szellemileg tudunk adni, és az értékeinket át tudjuk adni nekik, és felhívni a figyelmet, hogy ez egy olyan ünnep, és ez egy olyan hagyomány, ami számunkra fontos, akkor ő is megtanulja, ő is továbbadja, és akkor mindig generációról generációra ezt a dolgot tudjuk ismételni, megcsinálni jól. Mik az alapítvány jövőbeli tervei? Hát első számú terv az augusztusi hónapban megszervezésre kerülő táborunk, aminek mindenféleképpen hangsúlyt szeretnénk fektetni ott is a kultúrára. Minden más lehetőség, ami a táborokba elfogadott, az meg lesz. Értem ez alatt a strandokat, meg ilyesmit, amit a gyerekek nagyon szeretnek, de Eger környékén a jellegzetességeinket meglátogatjuk, és este történelemszakos tanár segítségével tábortűz mellett egy olyasfajta játékos oktatásba ismertetjük az alaptól annak a várnak a történetét, vagy annak a bazilikának a történetét, amit meglátogattak, hogy mély nyomot hagyjon, megmaradjon bennük. Tehát a tábor nagyjából, a tábor programja az ezt akarja, teljes programsor nincs összeállítva. Amikor mindent összeállítunk, akkor a megfelelő helyekre szeretnénk eljuttatni. És szeretettel várjuk az érdeklődőket már most. Mi késztett ma egy vállalkozást arra, hogy egy rendezvény támogatója legyen? Hát első körben fiatal vállalkozás vagyunk, és minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, ahol azokat a hagyományokat, amiket mi is tisztelünk és szeretünk, azokat népszerűsítsük, akár majd a saját termékeinken keresztül is. A Lirium Szál Alapítvány képviseletében Németh Andrea az ünnephez méltó szavakkal engedte útjukra a versenyzőket. Lirium Szálak, távolból üzenek nektek. Még ilyen távolból is látszik az az apró, de fényes kis csillag, amit ti festetek az égre. Az élni akarás és a szeretet fénye sugárzik belőle. Az élni akarásé, amit a gyökereink nélkül nem lehet végigcsinálni. Az ágas-bogas gyökerünk egyik ága nem más, mint a kultúránk. Ebben az elanyagiasodott hamis világban úgy hirdetik, hogy erre nincs is igazán szükségünk. Aki hisz nekik, saját életfájának
egy erős tartóágát vágja el. Így együtt látva titeket, az ember szívét öröm tölti meg. Tudom, sokszor szélmaromharcnak tűnik ez az egész, de itt és most látszik, hogy megérte. Öröm látni ennyi csillagocskát, akik óvják, vigyázzák kultúránkat, és továbbadják szellemi örökségünket. Tudom, hogy sokszor szélmalomharcnak tűnik ez az egész, de itt és most látszik, hogy megérte. Megérte a fáradozást, hiszen újak és újak jöttek és jönnek a magyar kultúra zászlaja alá, hirdetve szellemi gazdagságunkat, sokszínűségünket. Az igazán szép az volna, ha nem csak egy napon tartanánk ezt az ünnepet, hanem egész évben büszkén hirdetnénk, ünnepelnénk. Ezekkel a szavakkal kívánok minden szülőnek és gyermeknek jó egészséget és kitartást ehhez a nehéz, de mégis örömteli munkához. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha műsorunkkal kapcsolatosan témajavaslata vagy ötlete támad, kérjük, írja meg a képen látható elérhetőségekre. Remélem, jövő héten is találkozunk. A viszontlátásra!